Köszöntöm a nézőket! Mai interjúnkban dr. Virág Gábor helytörténésszel beszélgetünk annak kapcsán, hogy idén ő érdemelte ki a Szenteleki Kornél Irodalmi Díjat. Üdvözlöm! Köszönöm szépen a meghívást is egyben. A Szenteleki Díjat minden évben a vajdasági irodalomért, kultúráért legtöbbet végző embernek ítélik oda. Ön évtizedek óta helytörténeti munkákat ír. Mit jelent önnek ez a díj? Hát, amikor meghallottam, meglepődtem, és nem hittem el, hogy hát ezt a díjat én kapom meg, mert most már mondhatom azt, hogy hosszú évtizedek óta úgy valahogy megszoktam, hogy mint tanár is, hogy Szentelekiről beszélek, hogy a Szenteleki díj az elsősorban irodalmára kapják meg, és utána néztem és látom, ugye, hogy hát az elmúlt egy néhány évtizedben kaptak olyanok is, akik éppen nem kimondottan szép irodalommal foglalkoztak, és akkor egy kicsit úgy megnyugodtam, hogy hát akkor úgy látszik, hogy ugye én is ezek közé tartozok, akik hát esetleg érdemesek erre a díjra. Hát, ami azt jelenti, hogy örülök a díjnak, de még most akarom elhinni, hogy hát valóban igaz, hogy én megkaptam ezt a díjat. Az jó, hogyha pozitívan értékelik az ember, de ha ezt megfordítjuk, mit gondol ön az önt bírálókról, vagy hát arról a bírálóbizottságról, aki önnek ezt odaítélte? Hát, csak is jókat gondolok, nem azért, mert a díjat nekem adták, hanem egyetlen egy kivételével személyesen ismerem őket. Tudom, hogy kicsodák, és hát mit jelentenek a vajdasági művelődési irodalmi életben. Ezen a díjon felül nemrég Kishegyes díszpolgárává is választották. Ezek az elismerések sokat számítanak? Igen. Számítanak, és meg hát kötelezik is az embert a további munkára. Bár ami a kishegyesi díszpolgári elismerés díjat jelenti, az úgy érzem, hogy vannak még, vagy lettek volna előttem még sokan mások, akik előbb kellett volna ezt a díjat, hogy megkapják. Tudnék, hát én nem hegyesi születésű vagyok, és mégis előnybe részesítettek a díj kiosztásakor. Hogyha megnézzük, hogy miket publikált, névtudomány, művelődéstörténet, iskolatörténet, szociográfia, honnan van ez a sokszínű érdeklődés? Főleg úgy, hogy ezt hobbiból végezte, mivel ön magyart tanított. Igen, hát valójában a tudományos munkásságomnak a kezdete az a névtudomány. A diploma nyelvészetből a diploma munkámat is névtudományból, Csantavér neveiből írtam, nem választottam külön a keresztneveket és a családneveket, és hát évtizedekig mondhatom így, hogy jöttem a 60-as évektől körülbelül a 80-as évek végéig, csak ezzel a névtudománnyal, ezzel a problémával foglalkoztam, több konferencián is ott voltam. Úgy láttam, egyrészt, hogy szerettem, kedveltem ugye a nevekkel való foglalkozást, másrészt pedig, mintha a 80-as években egy kicsikét alább hagyott volna az érdeklődés a névtudomány iránt. És ez a váltás, tehát a névtudományról a váltás, az úgy történt, hogy 1988-ban 100 éves volt a topolyai szakmunkásképző, régen inas iskola, és hát erre az alkalomra felkért az igazgató, hogy írja meg az iskola történetét. Tudta, hogy foglalkozom kutatásokkal, pontosabban az, hogy járatos vagyok a levéltárba, és hát képes vagyok megírni ezt. És akkor hát ez egy alkalmi kiadvány volt, nem mondjam, hogy rövidíteni kellett, tudnélik a jogurt forradalom, hogy megtette a magáét. Nem lehetett abban a terjedelemben és olyan szöveggel kiadni,
És akkor ebből a szakmunkás képzőiskola történetéből a topolyai középiskolák története született meg. Tehát valahogy az ilyen vegyes felvágott volt, mert az 1888-as ugye, dátum és az 1962, mert 62-ben indult például a gimnázium, illetve a mezőgazdasági iskola és a közgazdasági meg a gimnázium, és akkor ezt valahogy össze kellett vegyíteni. De közben kimaradt olyan téma, mint a polgári iskola, a topolyai polgári iskola, ami 1909-ben létesült, és 45-ig működött, hát az egyik így topolyai és hát középbácskai viszonylatban a legeminensebb iskola volt. Megboldogult Fehér Ferenc szóval is tett az egyik jegyzetébe, hogy hát megjelent a topolyai iskolák, középiskolák története, és nincsen benne a polgári iskola. Tehát akkor olyan, mintha ők nem léteztek volna, tudnélik ő is azt végzett. Tehát, ahogy említettem, hogy át kellett írnom ezt a történetet, talán 2 hét alatt kellett összecsapni azt, amit hónapokig csináltam, és akkor fordult az érdeklődésem az iskola történet felé. A második művem, ami iskola történeté, az is felkérésre készült a Topolyai Monográfia Bizottság egyik tagja, az is már ugye a néhai, Brinza Károly, Brinza Karcsi bácsi ajánlotta fel ezt a témát. Tudnélik, ő volt az, aki a topolyai hát készülő monográfiához hatalmas anyagot összegyűjtött, és ő már osztályozta, hogy ez gazdaság, ez iskola történet, és ő volt olyan szíves, hogy idatta ezeket a dokumentumokat, volt itt egy több száz dokumentum, úgyhogy aránylag könnyű munkám volt, mert a nehezét, a kutatást megcsinálta. Most a kutatás közben mindig akadnak olyan témák, amelyre az ember nem számít, de úgy érzi, hogy jó majd egyszer sorba venni, és ennek az iskola történetét, amikor készítettem, ráakadtam egy adatra. Tudnék, 1943-ban megírták Topolya történetét, és azt elküldték a néhai földbirtokos Krai bárónak a leszármazottainak. Ma Szlovákiában van ez a helység, Bélynek hívják. Ott élt a Krai családnak, ennek a bárónak az utolsó leszármazottai. És az udvari levéltárosoknak eszébe jutott az, hogy van egy kéziratos könyv a birtokukban, ami a Krai család történetéről szól. Megküldte Topolyára a szerzőnek, ennek a kis tanulmánykötet szerzőjének, és 44-ben részleteket jelentetett meg ebből a könyvből, kéziratos könyvből. Fehér Ferenc ráakadt, pontosabban Brinza, és aztán Fehér Ferenc, és újra megjelentették ezeket a részleteket, de könyv az eltűnt. Úgyhogy van könyv, nincs könyv, és nyomára akadtam a könyvnek, sőt, kiderítettem egy ismeretlen szerző, hogy ki volt a szerzője. Ez Bari tanár úrnak ugye fölkeltette figyelmét, mert őt is érdekelte, hogy létezik egy 1800-as évek elején készült a vajdasági, mondjuk így, ugye utólag nevezzük, vajdasági irodalomban egy kéziratos könyv. És ez a kéziratos könyv a kezembe került, és hamarabb megjelent, mint a topolyai iskoláknak a története. Na most az iskola történet az egy olyan dolog, hogy ugye nem csak a topolyai, hanem hát a környékbeli, mert ezek egyházi felekezeti iskolák voltak, ugye katolikus, római katolikus felekezeti iskolák, és ahol a topolyai adatok voltak, ott volt például a hegyesi adat is, meg hát
a néhai topolyi járás adatai, és a kutatásaimhoz, mert mire kellettek ugye ez a topolyai iskolák anyagához, a Hegyesi Plébiánia könyv levéltárában találtam nagyon sok anyagot, hegyesi anyagot. Ennek a szüleménye volt aztán a Hegyesi Reform Katolikus Iskolának a története, majd jött a Feketicsi, már megírtam a katolikus, tehát miért ne írjam meg a református iskola történetét is, és körülbelül ezzel befejeződött, hogy ez a néhai topolyi járás felekezeti iskoláinak a története. Most azzal, hogy a Hegyesi Iskola története, ugye ez a legutolsó, ami megjelent, ez tovább lépett, 1920-ig írtam ezeket, mert 20-ban államosítják az iskolákat. A véletlen folytán ugye a Hegyesi Iskolának a két háború közötti anyaga is megvolt, és akkor ebből következett az, hogy én folytattam azt a felkezdette iskola történetét, de most már mint államiskola történetét. És ezzel lényegében lezártam az iskola történetét. A többi, ahogy említettem, hogy hát ezek az érdeklődési, illetve a kutatás során, amik előkerültek, például a Feketicsi Református Iskola anyagához a Feketicsi, hát részben a püspökségnek, részben pedig a hitközségnek a jegyzőkönyveiben a Mooring leveleket megtaláltam. Ez is egy ilyen egyedülálló jelenség, mert a katolikusoknál tulajdonképpen házasság levélről van szó, a második házasság kötéskor, hogy megegyeznek a felek, hogy hát én viszek ezt, te hozol ezt a házasságba, és amelyikünk előbb meghal, ugye annak a házasságba hozott anyagát az illető halottnak, ugye az örökösei, azok fogják örökölni. Azért tehát itt említette Kishegyes, Csantavér, Feketics, és hogy itt a levéltárakban kutatott, és ezekről írt könyvet. A kanizsai írótábornak idén pont a könyv sorsa volt a témája, és ön is könyveket ír, ebből kutat. Mi lesz, hogyha eltűnik a könyv? Hát akkor nem. Vagy eltűnik-e a könyv? Igen, hát erről folyik a vita. Én nem vagyok mérvadó, hogy hát válaszoljak arra, hogy eltűnik vagy nem tűnik el, csak magam példájából indulok ki, hogy amióta számítógépen dolgozom, azóta nincsen kéziratom. Kezdtem ugye azzal a nagy floppyval, aztán a kisebb floppyval, most már a CD-vel. Tehát minden, ahogy fejlődik a technika, úgy kell átírni, hogy megmaradjon, mert nem biztos, hogy 50 év múlva lesznek ezek a gépek, amivel el tudják olvasni. Úgyhogy hát én azt hiszem, hogy meg kell, hogy maradjon a nyomtatott könyv, az írott könyv, a kézirat is, mint olyan, ugye, kézzel írva, mert az évszázadok múlva is, no, most egy kicsit nagyképű vagyok, ugye, de az évszázadok múlva is kézbe lehet venni, és elolvasni, és újra kiadni. Ez az egyik. A másik pedig az olvasás, ugye. Az ekránnak a nagysága az akkora, amekkora. Az ember nem tudja átlátni. És ott kicsikét nehéz ide-oda lapozni, mert valójában az olvasás az nem abból néz ki, hogy hát végig szaladok rajta, hanem visszamegyek, pláne a szép irodalomnál elgondolkodom, újra és újra elolvasom azokat a részeket. Nem olyan áttekintő szerintem az ekránon egy mű, mint a könyvben. És a diákjainak is ilyen széles látókörű, könyvszerető szemléletet tanított? Hát ezt ők tudnák igazán megmondani, hogy erre nem tudnék felelni. Hát,
tanítottam, amit tudtam, elértem, bemutattam nekik, de hogy ők ezt hogy fogadták, hát van jó néhány tanár, diákom, volt diákom, ugye egy-két színész, néhány író is, tehát azért nyilván nem terméketlen talajba hullott az, amit én mondtam annak idején nekik. Most dolgozik valamin? Most két kéziratom van. Az egyik a Topolyai, a Járási Magyar Népszínház története. 49-től 59-ig volt egy hát félhivatásos színház, aminek sajnos a dokumentumai szinte az utolsó szálig elvesztek. Úgyhogy az egészet a korabeli sajtóból, Magyar Szó, Hét Nap, Dolgozók, Ifjúság, abból kellett rekonstruálni. Azzal jártam, hogy a színészektől, még hála Istennek van belőlük néhány, aki él, meg azt kívánom, hogy sokáig éljenek, hogy megéljék és megérjék a könyvnek a megjelenését. A könyv a kézirat a fórumban van, úgyhogy ott a megmunkálás alatt van, hát hogy mikor jelenik meg, az nem tudom. A másik, amin dolgozok, egy hát ilyen kis egyesi tanulmányok részben megjelent ugye, tanulmányokat, és egy újabb, voltam egy, említettem a Mooring leveleket, és ennek kapcsán a népi jogszokások, népi bíráskodás, hogy hogy nézett ki ez a múltban, és a szerencse úgy hozta, hogy egy volt kollégám, Hegyesen kezdtem tanítani, Maronka János, aki az 1826-tól 1832-ig, ez egy, ugye egy kötetben levő jegyzőkönyveket, jegyzőkönyv megszerzett és megőrizett, és hát az örökösök, a felesége ugye megengedte, hogy hát ezt a könyvet hát fénymásoljam. Megjegyzem, a néhai kolléga jelentetett meg ebből már részleteket, és ennek a munkának egy hát elég nagy tanulmány lesz. A lényege a népi bíráskodás. Tudnélik, hogy a falu elöljárósága, a bíró és két esküt, ugye azoknak a hatásköre és joga volt a faluba elkövetett kisebb büntényeket, mint lopás, becsületsértés, éjszakai csend, háborítás, a apró tolvajlások, azoknak az elkövetőknek a megbüntetése részben, úgyhogy ugye kiegyeztek a haragos felek részben, úgyhogy megvesztőzték, megpálcázták, megkorbácsolták őket. A nőket ugye enyhébb büntetéssel, a férfiakat komolyabb botozás vagy pálcázás. Na és most ezt az egész kérdéskört tárgyalom, hogy tulajdonképpen miből állt egy községnek, egy településnek, a községnek kellett, hogy legyen a népi bíráskodása. És mi minden volt az, ami miatt ugye az elöljárósághoz különféleképpen nevezték ezt a háromtagú bizottságot, aminek az elnöke bíró volt és két esküt. Maradjunk csak annál, hogy az elöljáróság ugye ítélkezett a elkövetők felett. Ez nagyon érdekes témák, és hosszan beszélgethetnénk még róla, de lejárt sajnos a műsorunk. Nagyon szépen köszönöm ennek, hogy eljött. Én is köszönöm meg, Pest. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!